Hagyományvált Bonyhádon, hogy az anyateljes világnap alkalmával kismamák és babák foglalják el a bonyhádi polgármesteri hivatal dísztermét, ünnepelve a szoptatást. Ezt a programot is minden esztendőben a védőnői szolgálat szervezi, már ha teheti, mert természetesen a vírus járvány nem tette lehetővé ennek az eseménynek megünneplését. A szolgálat nagy erőkkel így is ellátta azt a feladatot, amit a kismamákkal és a babákkal való gondoskodás ró rájuk. Hála Istennek jó sok kismamánk és kisbabánk van így városi szinten, körzetenként változó, hogy kinek mennyi, és időszakonként is változó. Mindenki a saját tanácsadási napján fogadja a kismamáit, illetve a csecsemőket és a kisgyermekeket az éves státuszvizsgálatok, illetve a korábbi havonkénti státuszvizsgálatok elvégzésé miatt. A vírusveszély ideje alatt mi nagyon sokat dolgoztunk. Még így jól is esett, most megdicsértek minket a pécsi szülészorvosok, mert látták azt, hogy úgy elláttuk a kismamákat, mintha nem is lett volna vírusveszély. Természetesen minden szabály betartása mellett, de ránk számíthattak a kismamák. Tehát nagyon sok esetben volt olyan, hogy nem jutottak el egy intézménybe, mert nem fogadták őket, nem jutottak el az orvoshoz, mert nem fogadták őket. Mi pedig elláttuk őket ugyanúgy, mintha nem lett volna vírus. Tehát egy szívhangvizsgálattól kezdve mindent megcsináltunk, és megnyugtattuk őket, ahogyan mi tudtuk. Mindenképpen ebben a járványhelyzetben, tehát itt meg kell felelni valamilyen szinten. Nagyon sok esetben volt olyan, itt visszatérve egy picit a járvány időszakra, hogy telefonon és messengeren értekeztünk a kismamákról, küldték a képeket a babákról, a kiütésekről, a pöttyökről, a pelenkákról, a mindenféle problémákról, és így is nagyon sok esetben tudtunk segíteni, de aki szerette volna, ő hozzájuk mindenképpen elmentünk, tehát a látogatások tovább folytak, és aki szeretett volna ide hozzánk jönni tanácsadásra, őt is vártuk, és senkit nem utasítottunk el. Félő volt, mondja a szolgálat vezetője, hogy a vírushelyzet tovább fokozódik, és az iskolákat átállítják online képzésre. Ezért nagyon igyekeztünk megcsinálni minél előbb a szűrővizsgálatokat, illetve az iskolai kampányoltásokat is el kellett végezni minél előbb, mert vannak olyan évfolyamok, ahol kapnak a gyerekek szeptemberben, októberben oltást, és annak a következőjét kapják a tavaszi hónapban. Tehát nem nagyon tudtuk ezeket tologatni, minél előbb el kellett végezni. Úgyhogy most az iskolai munka volt az, ami nagyon meghúzta a védőnői munkát, mert ez nem csak abból áll, amit itt látnak, hogy mi kimegyünk és szűrünk és oltunk, hanem hatalmas adminisztrációja van mindennek. Mellette ugye születnek a babák, kell menni látogatni, és mellette most készültünk erre az átállásra, hogy akkor az új bonyhádi védőnői szolgálat megalakulásával nyilván nagyon sok papírmunka, illetve átírás és mindenféle dolog együtt jár. Történt, hogy a védőnői szolgálat az önkormányzat döntése értelmében a város intézményévé alakult, a szakemberek kérésének megfelelően. 2010. január 1-től a védőnői szolgálatot KFT formájában láttuk el, 6 védőnők itt Bonyhádon. Tavaly volt egy törvényi változás, aminek következtében a védőnőket is az egészségügyi szakdolgozói bértábla hatája alá helyezték. Ez számunkra kedvező, viszont KFT-ként ezt mi nem tudtuk biztosítani a kolléganőknek, ezért tavasszal megkerestük polgármester asszonyt ezzel a problémánkkal kapcsolatban, és ő nagyon nyitottan állt a dologhoz, és így meghoztuk azt a döntést, hogy visszamegyünk az önkormányzat szárnyai alá, és az alapellátást így fogjuk biztosítani a továbbiakban. Szeptemberben a képviselőtestületi ülésen meghozták azt a döntést, hogy megalakult a Bonyhádi Védőnői Szolgálat, mint önálló költségvetési szerv, ami november 1-től kezd el működni, és a továbbiakban így már biztosítani tudják a kolléganők számára ezt a bértáblában meghatározott bért. Beréti Tíme azt is elmondta, egyre többször kell szociális jellegű munkát végezniük. Sok esetben kell ruhával vagy tartós élelmiszerrel segíteni a rászoruló családokat. Ebben a munkában a Caritas csoport áll a segítségükre.